látni, de senki. Most azonnal adod azt a pénzt. Miféle pénzt? Amit a festményért kaptál. Nem tudom, miről beszélsz. Egy nő volt az, aki eladta a festményedet. Ugyanaz, aki ellopta a nappaliból, egy régiség kereskedő vette meg. És én biztosan tudom, hogy ez a nő. Csak te lehet. Kérem azt a pénzt, Raquel. Te megbolondultál. Nem tudom, miről beszélsz. Azt mondtam, hogy add oda a pénzt. Az csak is az én festményem. Még ha el is adtam volna, akkor is jogom volt hozzá. Lehet, hogy eladhattad volna, de nincs jogod, hogy más vádolj meg azzal, hogy ő lopta el a képet, amit te tüntettél el. Hát igen, igen. Én loptam el azt az átkozott képet. Könyörgök, Virginia. Hogy süllyedhetél egy közönséges tolvaj szintjére? Én egyáltalán nem vagyok tolvaj! Az a festmény az enyém, már mondtam! Igen, tényleg a tiéd. De ugyanakkor a testvéreim tulajdonai is. Még akkor is, ha az apám neked ajándékozta. Ez a festmény annak a vagyonnak a része, aminek érintetlenségért én magam vagyok a felelős. És még te fenyegettél engem, hogy a végén börtönbe kerülök. Gondolod, hogy most nekem is ezt kellene tennem veled? Börtönbe juttassalak, Raquel! A családban sem te, sem más nem adhat el semmit ebből a házból. Mert én vagyok mindenért a felelős. Adod a pénzt. Már nincs meg az egész. Hogy nincs? Odaadtam Hokin Belárdénak, hogy vállalja el a perüket. Mindössze ennyi maradt. De ebből a pénzből nem tudom visszavásárolni a képet. Hogyan szerezem vissza a pénzt? Kérd vissza Hokin Belárdétól. Majd meglátjuk, hogy tudjuk elrendezni azt a problémát, hogy kifizessük őt. Vagy folytathassátok a terveteket. Azt nem lehet, mert nem hajlandó visszaadni. Hokin Belárd, de csak játszott velem. Hazudott. Csabunk tűzött belőlem. Egyfolytában hazudott. Esze ágában sincs elválni. Érdekből marad a feleségével, és nem is szeret. Mondtam neki, hogy adja vissza a pénzt, de nem volt hajlandó rá. Becsapott engem, Virginia. Becsapott. Ez már egy másik gond, Raquel. És csak is a te problémád. Remélem eljönnek az az idő, amikor megtanulod, mi a felelősségérzet. Mert édesapád is megbízható ember volt. Megpróbálok szerezni egy kis pénzt, hogy visszahozhassam a képet. Virginia! Várj egy percet! Ne árulj el semmit a testvéreimnek! Könyörgök, Virginia! Könyörgök! Ez nem lehet, hogy ők legyen. Ez nem olyan egyszerű. Ellenem fordulnak majd, és én akkor belehalok a szégyenbe. Erre előbb kellett volna gondolni. Hadd menjek el én a képét. Nem, Raquel, én megyek. Add meg a régiségkereskedés címét. Légy szíves. Mit csinálsz itt az ajtó előtt állt? Kiderült végre, hogy kiloptál a nappaliból a festményt. Komolyan mondod, fiam? Ki volt az? Az én kedves nővérkém, Raquel. Figyelj, igaz az, amit Aldo mond? Tényleg Raquel volt, aki elvitte a festményt? Igen, Szagnálió, Raquel volt az. Micsoda szemtelen fosok. Én mindig tudtam, hogy ebbe voltál, Virginia. Elmegyek a banda pénzét, hogy visszaszerezzem a képet. Légy szíves, Szagnálió. Addig vigyázz végültára. Jól van. Idegesen ébredt fel az ember. De már beadtam neki egy injekciót, és megnyugodt. Vigyázz rá, légy szíves. És kérlek benneteket, hogy ne mondjatok semmit rá, kérdőről. Még. Carlos Alberto Merro. Az előbb még a nappaliban láttam.